igazság az, hogy én úgy érzem, hogy a magyar sportolók a nemzetközileg jó hírt hoznak hazánkra, és ezt valahogy értékelni kell, úgyhogy ez inspirált engem, hogy az olimpikonoknak, akik Rióba indulnak, írjak speciális kompozíciókat. Mindig is zene párti voltam, első percektől kezdve, sőt, zeneiskolában is jártam, csak aztán az az igazság, hogy azért nem lettem jó hegedűs, mert mindig a zenetanárom végigvágott a vonóval a hátamon, tiszta sík voltam, tudnilik az ökölvívásnak az a lényege, hogy ökölben legyen a kez az embernek. Na most begörcsölt a kezem, és nem tudtam lefogni a hangokat. Hát én azért nem sikerült zenészen, nem, mert a Gyulinak begörcsölt a keze egy gyerekkorában, és nem tudta a hegedűt rendesen megfogni, ezért és lettem zenész. Készülök egyébként, minden nap táncpróba meg énekpróba van, úgyhogy dolgozunk nagyon keményen. Nekem ez egy új terület egyébként, tehát annak idején próbálkoztam zenével, de én igazából nem tanultam zenét, és most egy kicsit más világba kerültem bele ebben a dologgal, de élvezem nagyon. Egy picit távolabb áll tőlem, de élőben hallgatni mindig fantasztikus, meg látni, ahogy kialakul, tényleg kicsiszolódik egy darab, vagy egy darab részlet. Én is, mint zenész, ugye nagyon jól tudom, hogy mennyi sok munka az, hogy tényleg ez úgy szólaljon meg egy koncerten, ahogy kell, és átmenjen a közönséghez. Tehát ezeknek a sportágoknak, amikben lesz esélyünk az úszásban, stb. Írtam különböző darabokat, amik majdnem programzenének mondhatóak, mert leírják, hogy mi történik a sportpályán. A napi két edzésem van, szerdán csak egy, meg szombaton is csak egy, vasárnap van pihenőnap, most éppen a felkészülési időszak közepén vagyunk, úgyhogy jövő héten lesz az országos bajnokság, az egy elég sorsdöntő, hiszen ott már lehet kvalifikálni magunkat, bekerülni a csapatba. Én ezt szeretném teljesíteni mindenféleképpen, hogy tovább ne nagyon kelljen izgulni. Viszont ha netántánál sikerülne, de erről nem is nagyon szeretnék beszélni, akkor június közepéig még van rá esély megúszni a szintet.